helyzet, Gazdag. Nagyon finom megoldás. Gazdag még egyel tovább. Nagy játék, Gazdag. Micsoda gólt lőtt a Honvéd. Gazdag Dániel messze a legeredményesebb szezonját produkálja, de a mennyiség nem megy a minőség rovására. Uaj, mekkora gól! Gazdag Dániel! Igen, ilyen szempontból eddig magasan ez a legjobb szezonom, bár ugye most jóval többet játszok támadóként, mint az előző szezonokban, de szeretnék még továbbra is gólokat szerezni, és segíteni ezzel a csapatot. Még egy cselt megenged magának, átemel! Bent van! NB1-es találatainak több mint 60%-át ebben a szezonban szerezte, aminek köszönhetően harcban van a gólkirályi címért is. Ilyen közel még nem voltam soha az, hogy gólkirály legyek. Megmondom őszintén, hogyha nem leszek gólkirály, de bent marad a csapat, akkor is ugyanolyan boldog leszek a szezon végén, de hogyha már mondom még egyszer ilyen közel vagyok, akkor próbálok minél több gólt szerezni, aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég a vége. Alig több mint 4 éve még amiatt bosszankodott, hogy nem sikerült megszereznie az első gólját az NB1-ben, amire már régóta vágyott. A Gyirmóta elleni kapufa után még több mint 10 hónapot kellett várni a első találatára, de az egyben eddigi karrierje legtávolabbi gólja is volt. Igen, elég sokat kellett rá várni. Hát akkor nem gondoltam, hogy ilyen esélyeim lesznek egy pár évvel később, hogy akár gólkirály is lehetek. De örülök neki, hogy sikerült fejlődnöm a játéknak ezen terén ennyit. Azóta már 21 gólt szerzett a magyar első osztályban. Az első találatán kívül még egyszer volt eredményes távolról. Összesen 19 gólt szerzett a 16-oson belül. Ezek közül 4-et a kapu közvetlen közeléből, 4-et pedig büntetőből. Általában jobb lábbal szerzi a góljait, de 2-szer fejjel is eredményes volt. Utánpótlás koromban azért támadó voltam, inkább itt a felnőtt fociba kezdtem el középpályás játszani, úgyhogy nem volt olyan nehéz erre visszaállni. A sokáig gólképtelen játékos nem a véletlennek köszönheti hirtelen gólérzékenységét. Gyakoroltam sokat egyébként, sokat kellett várni az első gólomra. Már akkoriban például az Eppel Marcival, ugye, aki akkor gólkirály volt, sokszor kint maradtunk, aztán gyakoroltuk a befejezéseket. Úgy gondolom, hogy ez is segít, illetve mentális dolog is ez, hogyha valakinek jönnek a gólok, akkor sokkal könnyebb utána gólokat szerezni. Kis túlzással a kapunak nincs olyan része, amire nem jelentene veszélyt Gazdag Dániel. Góljai 2/3-át valamelyik alsó sarokba lőtte. Egy ilyen szezon után pedig egyértelműen felvetődik a külföldi szerződés lehetősége. A tudás az megvan hozzá, ebben biztos vagyok. A légiós élet azért viszont nem olyan egyszerű, mint azt sokan gondolják, tehát azért oda nagyon komoly karakter kell, hogy az ember helyt tudjon állni, vagy akár egy másik országba tudjon élni. Ezzel biztos vagyok benne, hogy meg kell küzdenie, és mivel elég lelkis ember, valószínű, hogy ezzel lesznek is problémái, de nagyon bízom benne, hogy majd a gólok átlendítik ezen is.